Tettem már némi előkészületeket, gyerekek. Itt van egy egész csirke. Jaj. Amelyet ugye felolvasztottam. Le volt fagyasztva, nyilván. Át van mosva. Még egyszer leöblítem. És hát ez túl sok figyelmet nem fogunk erre fordítani, ugyanis egy egyszerű csirke pörkölt lesz ebből a madárból. Aminek az lesz az érdekessége, hogy amit még nem csináltam, ezért is gondolom, hogy mutatom, a kedves küldőm, aki ajándékba küldött nekem egy ilyen magyar fűszerek ízesítőkből egy csomagot, a pörkölt ízesítő kocka, nor, gluténmentes, ezt fogjuk használni, a 6 darab van benne, a pörköltnek az ízesítésére. Tehát nem tudom milyen, meglátjuk, jó? Hogy mi sül ki. Életemben nem használtam ilyesmit, legalábbis pörkölthez, ugye kimondottan ilyen megoldást még nem csináltam soha. Egyet kibontok, azért megízlelem. Volt beírás, hogy hát ő is próbálkozott ilyen ételízesítő dolgokkal, meg a ilyen-olyan, nem mondok márkanevet, fűszerkeverékekkel, és hogy neki nem ízlett. Hát ennek hogy mondjam, gulyás szerű, tehát ilyen gulyásleves aromája van, jó lesz. Én úgy gondolom, hogy jó lesz. Hát, hogy sokan tudod, hogy tartósítószerek, meg ez, meg az. Tudjátok, én nem szoktam ezzel nagyon foglalkozni. Tartósítószerek, meg ez, meg az. Ezt mindenképpen el fogom használni, hát nem azért küldték, hogy eldobjam, hanem hogy használjam, igaz? És én kíváncsi is vagyok. Szeretek kísérletezni. Hát 4-et gondolok beletenni. Aztán majd kiderül. Jó? Meglátjuk, hogy lesz, de hát ez még korán van. Most félre is teszem ide. Jó. Biztos jó lesz. Hanem, ami hát egy kicsit úgy gondolom, hogy több figyelmet érdemel, csirkeszárnyak, gyerekek. Ezzel annyi van, hogy én ezt tegnap ugye előkészítettem olyan értelemben, hogy ezt a részét ugye lecsapkodtam, azt is sose tartom meg, és lesóztam enyhén. Úgyhogy, hát ebből fogok ma készíteni, úgy gondolom, hogy kétféleképpen fogom elkészíteni, az egyik lesz ez a combrész, a másik pedig ez a középső rész. Na most a Mészi javasol olyat, hogyha sütitek ezt a részét, ami egyetértek, hogy itt, ahol a legvastagabb a hús, itt csináljatok egy bemetszést, hogy a zsiradék jobban be tud menni ide. Megpróbáljuk, jó? Ezt a megoldást. Úgyhogy most azt csinálom, hogy szépen, de nem ez a kés kéne, ezt a részét hagyom a bőrt, tehát itten bevagdosom. Mindegyike. Még sose csináltam ezt a megoldást. Alright, tehát akkor veszek egy másik nagy kést, és akkor csinálom. És mindjárt végzek, és hát közben, hogy kicsit
hagy örüljek veletek együtt. Megtudtam azt, hogy a szazsujék visszakapták, visszaszerezték, nem tudom pontosan mi történt, az oldalukat, tehát újra láthatóak a szazsujék. Na most ugye mondtam, hogy ezek ugye le voltak sózva, de én ennek ellenére ezeket én átmosom. Ugye amennyi sót beívott, hát beívott. Ugye azt tudjuk majd pótolni. Még egyszer átmosom. Ti hogy vagytok a csirke szárnyakkal, gyerekek? Érdegyen imádom. Akkor ezt is mindjárt. Nos, akkor tessék figyelni, kezdjük. Kevés olaj. Két evőkanálnyi. Étolaj. Ugye a só le volt sózva, de lemostam, hát valamennyi van benne, de viszont még a flavor miatt, ugye szója, ugye a három evőkanálnyi light, tehát gyenge, csökkentett sótartalommal gyömbér, egy olyan tejáskanálnyi római kömény, minimális mennyiség, nagyjából annyi, mint a ginger, mustard, mustárpor, egy fele mennyiség, mint amennyi a ginger volt, fekete bors, teáskarágy úgy szintén, fokhagymapor, körülbelül mindenből, nagyjából mindenből ugyanannyit tegyél, és a végén valószínűleg meglepetés lesz, már megfordíthattam volna, még ebben van a másikat, addig nem akarom fölgyitni, egy olyan két, jó két evőkanál méz, és annak ellenére, hogy mézet raktam, egy jó teáskanálnyi cukor. Tojás. Kettő. Alapos kézmosás. Az egészet ugye átmaszírozzuk, átkeverjük, így. Hogy van. De jó illata van. Jó, egyenlőre. Újabb kézmosás jön. Oké, és akkor most jön a kukorica keményítő. Ugye liszt helyett ezt használjuk. Kézmosás megvolt az előbb, és most jön az, hogy újra ugye ezt az egészet most már teljesen úgy, hogy feloldódjon a keményítő. Elkeverjük. Most ugye elég híg. Még mindig. Készítünk elő egy kis lisztet. Rendes lisztet. Kézmosás. Jó, és akkor itt a lisztecske. És szintén kézzel. Ugye, ezt átkeverjük újra. Na jó, besűrűsödött. Jó van. Nagyon jó. Teljesen vonja be mindenhol. Oké.
Ez az. Jó, és újabb kézmosás jön. És ezt az egészet beteszik a hűtőbe egy olyan negyed óra, 20 percre. Csirke szárnyak a comb része jön, ami lényegesen más fűszerezést kap, tehát fekete bors, és fokhagymapor, fokhagyma granulátum, ennyi az egész. Jó, addig nem gyalog benne, amíg ez meg nincs, mert csak úgy tudom meg, hogy mennyire sós, hogyha majd ezt már elkevertem. Tehát kettő tojás, két tevőkanyálnyi olaj, jó. Jó evőkanál cornstarch, kukorica keményítő. Okay. És körülbelül ugyanannyi ugye, liszt nagyjából. Jó. Kézmosás után ugye újra összekeverjük. Ugye fontos a vizes kéz. A tojást elkeverni. Ez az. Teljesen vonja be. Ez már ugye kicsit sűrűbb, mint az előző. Nyilván. Alakul. Szépen alakul a dolog. Nagyon jó. Yes, ez így nagyon jó. Nem is kell hozzá semmi. Mondom, készítettem oda vizet, hogy majd kell, de nem kell. Nem kell, ez így jó. Jó, gyerekek? Próbáltok ti is így. Kézmosás jön. És hát most jön az, hogy belenyalunk. Csak így. Ennyit. Jó, hogy nem sóztam meg. Igen, így marad. Jó, hát itt elő kicsit elpakoltam, előkészítettem a pörkölt anyagot. És pörköltet fogunk enni hétvégén. Nokedlival, gyerekek. Egy egész csirke. Ezt a szárnyát is beletesszük. Sokan írtátok már, hogy ti ugyanígy bontsátok fel a csirkét, vagyis nem bontsátok fel, az más. Daraboljátok a csirkét, ahogy én szoktam. Ennek nagyon örülök. Ennél jobb módszert már csak az arabok tudnak, gyerekek, azok másodpercek alatt megcsinálják. Hát én mondtam, én nem időre dolgozok, nem időre mérem, hanem szeretetből, én szeretek főzni, és hát valami szar ott volt rajta. Yes. Félretesszük. Sokan vitatkoztak, illetve nem helyeselték azt, hogy én a teljes bőrét leszedem a csirkének. Hát, most csináljunk egy olyan változatot, itt van a püspökfalat, ezt lecsaptam, ahol rajta hagyom, hát lehet, megcsináljuk. Csinálunk egy olyat, jó, ahol rajta hagyom a bőrt, mert hogy hát akkor az aroma, hogy az ugye fog hiányozni belőle, amit a bőre ad. Hát legyen. Csak akkor az a helyzet, hogy én már csináltam, csak akkor másnap tudom megenni, ugyanis én megvárom, míg feljön a zsír a tetejére, és
hidegen, és én azt leszedem, nem akarjuk megenni. Marazsok zsírja van egyébként, de most hagyjuk. Mégse hagyjam, ne hagyjam. Nem tudom. Hát, valamennyit leszedek. Főleg ezt a vastag részeket itt. Lecsapjuk róla. Jó. Akkor marad. Amennyit lehet azért leszedünk. Hol a másik? Itt. Hol vagy? Forgórész. Ezt a vastagot nem hagyom ott. Ezt valamennyire azért lekopasztom. Jó. Alright. Itt viszont ez a masszív, vastag bőrt, ezt nem hagyom rajta. Ezt mindenképp leszedem. Ja. Szedcsontnak a maradványa. Alright. Ezt eltesszük. Nem teszem bele a pörköltbe. Egy pörkölt elég kettőnknek, bőven. Jó, ezt elteszem. Na, szedcsont. Lebontjuk. Na, hol van az a rohadt csont itt? Lányúsz. Oké. Jó. Ezt beledobjuk ide. Ezt meg elteszem, majd valamire jó lesz. Félretesszük. Oké, gyerekek, egyetértünk, ugye? Ezekkel a dolgokkal. Szoktam mondani, több nap, mint kolbász. Igen, ezt a belső izmot, ezt levágom. Oké. Marad. Marad. Ez rendben. Így marad, majd ezt külön tesszük. Hát ezt a csontot bele fogom főzni. Nyugodtan. Aromát neki. Rendben van. És ez is rendben van. Voilà! Jó, két csirkészet mell. Szféle. Ezt én nem mindig kiszoktam nyomkodni, ezt a részét. A bordák közül.
Először mindig azt mondtam, hogy ez a tüzeje. Hát nem a tüzeje, hát a tüzeje, emlékszem rá, amikor bontottuk a csirkét, hát ott volt a tüzeje, amikor a beleket kiszeded. Ugye ott van a tüzeje. Hát ennek van, nem ez a tüzeje. Azt egyszer valaki beírta a szakszerű, hogy mi a, elfelejtettem azóta, mi annak a pontos neve. Jó van, gyerekek. Hát én nem tudom, ti így szoktátok, én szeretem áfosni a húst. Hát kaptam jelzést, hogy hát elég sok zsiradékot használok. Hát gyerekek, valamit kell használni. Hát teljesen igazat adok. De mikor valami így kihűl, én általában le is szoktam szedni róla. Ugye? És hát pörköltet, ha lehet, én mindig zsírra készítek. Úgyhogy jó töpörtyű zsír. Szalonna zsírral keverve. Ugye a pörkölt az csak úgy jó. Meg állítólag a rántott húst is, hogyha zsírba sütött ki, jobb íze van. Hát most mit csináljunk? Tudom, hogy igaza van, elég sok zsíradékot használunk, ez tény. Hagyma, paprika, én együtt dinsztelem. Mindig. Alright. Akkor kijöttünk Amerikába. Mi 8 hónapig a húgoméknál laktunk. Aztán egyszer mondja a húgom, hogy ma, mert ő főzött, ugye, általában ő főzött, szinte mindig, és akkor egy volt egy hétvége, és akkor azt mondja, ma valahogy a fára, mit tudom én, nem volt kedves főz. Szóval csinál még egy lecsót, azt mondja, én valami lecsós kaját. Na, mondta, nem. Miért ne? A gyerekek, ugyanúgy összevágtam a hagymát, paprikát, mindent. Fölraktam olajat, ugye nem zsírba főzt, olaj. És dinsztelem ugye a hagymát, paprikát, vágtam össze paradicsomot. Érzem, hogy valami nem stimmel. Nem az a szag jön, ugye akkor még benne volt az orromban a hazai illatok. Nem az az illat jött, már amikor a, ez a szakasz volt, ez, nem az az illat jött ki, amit én elvártam volna. Főleg aztán ráraktam, ugyanúgy csináltam meg, mint otthon, az arányok, minden, só, borcs, stb. Még fokhagymát is tettem egy picit. Én szoktam tenni a lecsóba fokhagymát, paradicsom minden. Aztán, amikor kész volt, megkóstoltam. Gyerekek, ez minden, csak nem lecsó. Teljesen más ízvilág van itt. Teljesen más. És ugye az alapanyagok, a paprika, stb. Mindennek más a íze egy kicsibe. A paradicsomról meg nem is beszélve. Aztán szép lassan rájövögettem, hogy hát körülbelül mit kell csinálni. Hát azzal tudod feljavítani, hogy zsírba rakod oda, ugye a lecsót, mint most én ezt, az a pörkölt alapot, és zsírba rakod oda, ugyanúgy dinszteled, rakhatsz bele rendes paradicsomot is, de mindenképpen használják sűrített paradicsomot, fölhigyítva, paradicsom pasztát, vagy pedig paradicsom szószt, konzervosat. Na akkor, akkor talán megjön az az íz, amire vágysz. Akkor olyan hasonló lesz a lecsó, 80%-ban, mint a hazai megszokott lecsók. De ugye itt nyilván nem az a paprika van, amit otthon használunk, hát eleve más. Próbáld majd egyszer ki, hogy használd azt a szegedi paprikát, azt a magyar fehér paprikát, vagy ezt a úgy mondják, hogy TB, vagy BT, vagy mit tudom én. TV paprika, stb. Teljesen más. Úgyhogy. De azért igyekszünk összehozni, igaz? Amennyire lehet.
Na, most már eljött az idő, hogy rátegyek egy és fokhagymát, amelyet ugye én meg is pirítok egy kissé. Közben itt húsleves alap. Ugye mindig főzök jó töményen húslevest, és akkor ugye azt használom víz helyett. Nagyon sok mindenhez jó, próbáltok itt is. Vannak ilyen maradék csontok, egyebek, csirke, ez az amaz csont, mondom még egyszer, mindegy milyen csontok. Jó, főzétek ki, bezöldségelitek, és akkor elteszed, és bármikor főzöl, az nagyon jó. Ez a francia szakács, az kimondottan csinál. Gyerekek, egész csirkéket belefőz. Ilyen nagy, marha nagy mennyiségeket leszokott főzni, és ő csak azzal önti fel az ételeket. Ja, szóval ő mindig ilyen lékkel önti fel. Úgy hívják, hogy Monsieur Pierre Papadon Cou Madame Chicoltitú. Szóval ilyen szép neve van neki. És hát most jön az a rész, amiért érdemes volt megszülessünk, gyerekek. Oda csattintunk egy paprikát, és már is, hát nem tudom majd azzal, hogy lesz. Ezt így alasztom rajta egyenlőre, ide kívül, várjál, fordulunk. Oké. És itt helyet kellett volna csináljak. Hát robbantjuk, ahogy kidobja az illatot, az ízt, már is rá a húst. Nem várunk, innentől fogva már nem ég meg a paprika, nem lesz keserű. És annélkül, hogy bármit felöntenénk, vagy bármit csinálnánk, ugye egy kicsit a húst, hát megpirítjuk meg, össze zsugorodjon minden, a bőr, stb. Ugye azt mondják, azért pörkölt a pörkölt, hogy meg kell pörkölni. Imádom ezt az edényt, gyerekek, ezt fogok venni még egyet. Nagyon fasza. Ez ilyen recés egy kicsit, érdes, és gránit. Gránit bevonatolom. Nem a legolcsóbb edények közé tartozik, de imádom. Azok is egyébként, és az már kicsit megkopott, de ugyanolyan jó mindig. Tehát igyekszem ezt a teflonosokat most már mellőzni. Ugye, hát még nem akarom eldobni, nem tudom használni, de amennyire lehet, most már nem veszünk. Vagy pedig ugye marad a sztélesztél, az is van. Jó, hadd körködjön. Amíg ezt csinálom, hadd kérdezzek valamit tényleg. Tudjátok-e, melyik a legveszélyesebb sütemény a világon? Melyik a? Az, amivel a legjobban kell vigyázni. Legveszélyesebb sütemény. Melyik az? Esküvői torta. Nagyon szépen összehúzódott a bőr, ugye, mint Jani bácsi homlokán néha. Felvonja a szemöldökét. Na, mondok egy pár érdekes dolgot nektek, jó? Amíg itt csinálgatjuk. A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét. Nagyotmondás ellen a nagyot hallás az egyetlen védelem. A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Az egyik szeméből a nyílt gonoszság, másikból az őszinte rossz indulat sugárzik. Hát jó. A hibáiból tanul az ember. De azonban vannak olyanok, akik soha nem hibáznak. De vannak olyanok.
kedves Ágnestől kapom ezeket, nagyon köszönöm, Ágnes. Ráteszem ezt az összedarabolt paradicsomot most már, ugye, mert már a maga a hús is kezdi kidobni a levét, tehát levet engedett, már tovább nem fog pörkörödni, úgymond, és teljesen szét főzöm a paradicsomot is, tehát magyarul, hogy tűnjön el benne ezek a darabok. Hőfok marad, és közben mondom tovább. A tiszta lelkiismeret általában a rossz emlékezet jele. A tapasztalat segít minket, hogy ugyanazt a hibát legközelebb sokkal ravaszabbul kövessük el. Annak ellenére, hogy az élet drága, még mindig elég népszerű. A pénz minden gonoszság gyökere. És az embernek szüksége van a gyökereire. Tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas. Hát ez igaz. Megfizettem. Budapest kétféle gyalogos van. Budapesten. Kaszkadőr és a kamikáze. Aki megházasodik, az megtudja, mi a boldogság, de akkor már késő. Persze, mert előtte volt boldog, utána már nem. Valahogy tetszett. Ezek magyar mondások egyébként. Na, mondjuk tovább, még van. Mivel mindig az okos enged, ezért már rég a hülyék uralkodnak. Engedj a kísértésnek, nem biztos, hogy máskor is vesz rá alkalmad. Soha ne becsüld le az ostobaság hatalmát. Aki kérdez, 5 percig buta, ám aki nem kérdez, örök életre buta marad. A zseniálisnak megvannak a maga határai, zsenialitásnak. A hülyeség azonban nincs ilyen határok közé szorítva. A karfiol nem más, mint káposzta, csak ő elvégezte a főiskolát. A döntésképtelenség a legnagyobb akadálya a túlságosan nagy tudás. Csak azért, mert senki nem ért meg, még nem vagy művész. Mindjárt jól paradicsom ezek. Hát én nem tudom, ez a pörkös kockákkal hogy lesz. Egyszerre nem teszem bele csak egy párat. Most nem raktam bele semmit, jó, ugye borsot, köményt, semmit nem tettem bele. De hát ugye a só az lesz innen. Még hagyom, nézd meg mennyi levet engedett. Nézd meg. Rendkívül az illat. Nem rontom el. Aztán. Zavard össze a világot, mosolyog hétfőn. Hát ezt nem értem, nem mindegy. Úriember az, aki nem így erőszak után hazakísér. Üdvözlöm! Itt a tűzoltóság üzenetrögzítője. Ügyelj Budapest tisztaságára, egyél meg naponta egy galambot. Üldöz a munka, de én vagyok a gyorsabb. Igaz, hogy a kemény munka még nem ölt meg senkit, de hát miért kockáztasson az ember? Alright, ennyi. Köszönöm, Ágnes, elmondtam, megmutattam a kedves nézőknek is. Szeretem ezeket. Hát, én azt hiszem, most már itt az idő, hogy kis lét tegyünk rá. Igen, még, és még. Így jó lesz. Eltesszük oda hátra. Egyelőre nem teszem bele még a kockákat. Hagyom egy kicsit följön. És majd utána, azt hiszem úgy lesz, hogy egyenként, mikor már van egy kis íz itt,
egyenként fogom beletenni óvatosságból, mert nem tudom, milyen a hatása. Jó? Tehát ez most elmegy oda hátra, és tartok egy kis szünetet. Igen, miután egy kicsit elrámoltam, nézzetek oda. Én szeretek így fázisonként ugye elrámolni, eltakarítani, elmosogatni. És hát tettem ide bőségesen kenyérmorzsát. És hát ezt, amit ugye ez a felső szányrész, ugye ezt bevonjuk vele, bepanírozzuk. Nagyon egyszerűen. És ide tesszük, kicsit szikkadni. Nagyon jól felitta ezt a masszát. Nagyon jól, és nagyon jól fog rajta tapadni, ahogy látom. Nagyon fontos. Ez egyébként egy magyar recept, nyomán készült. Mészi, gondolom ismeritek, jó páran. Köszönjük meg neki ezt a receptet. Nagyon, én szeretem, ahogy főz. Mész itt. Jó, és akkor ezeket így gyönyörűen le tudjuk panírozni. Na most ugye a kukorica keményítőt már mondtam többi videóimban is. Csak az újaknak mondom el, hogy érdemes használni, ugyanis porhanyósabb lesz a hús, jobb lesz a hús minősége, zamatosabb, és próbáltok ki, sokan kipróbálták, és örültek neki, hogy kipróbálták az én javaslatomra, aminek én nagyon örülök, és köszönöm, hogy megfogadják néhányan a tanács. Bonami, nem vagyok szakács, ugye azt már mondtam milliószor, de igyekszem. Én is mindig tanulok. Ahogy, ami nem szégyen, tanulni. Ja. Egyszer van egy idősebb ember, aztán ott áll egy gyönyörű szép Ferrari, és mellette egy bombázó nő, egy szexbomba, ugye az. Azt mondja, valaki az öreg meg ott nézi, azt mondja, Jani bácsi, elfogadná ezt a nőt, meg ezt a kocsit? Hát, tudja vene, de egy jó faszt azért szívesen vennék. Ja. Gyerekek, de figyeljetek ide. Úgyhogy hiába a nő, hiába a kocsi, a lényeg az hiányzik. Jaj. Gyerekek, ez megoldódik ám a szex magától. Magától. Meglássátok. Mikor már egy nap gondolsz rá háromszor, akkor már jó vagy. Akkor még jó vagy. Akkor már nem is gondolsz rá, és akkor azt mondod, szóval, egy gonddal kevesebb mondjad. Mondja már doktor úr, egy gond. Szóval ebben már az, hogy a jó Isten zsverehel lelket, Jani bácsi. Szóval erre a Jani bácsi, nem baj, doktor úr. Egy gonddal kevesebb. Hát, van ilyen. Na. Megvolt. Hát gyerekek, szerintem ez így tökéletes, igaz? Mit szóltok hozzá? Mivel, hogy én szeretem meg az Évi is a frissen sült dolgokat, ezért most csak 4 darabot fogok kisütni, amit a kisütés után el is fogyasztok, mivel hogy jó éhes vagyok.
nem tesszük teljes hőfokra, jó fel van hevítve, viszont visszavettem egy harmadra. Ennek hát is kell sülnie. Jó, egyelőre négyet, a többit pihentetjük. Megy be a hűtőbe így, hogy van. Ez akár holnapig, holnap utánig nyugodtan lehet így tárolni, lezárulni, semmi baj nem lesz. Sőt, én már fagyasztottam lerántott, bepanírozott húst, csak az a lényeg, hogy ne érjenek egymáshoz, és ilyen zacskóba beleteszem, gyönyörűen le lehet fagyasztani, hogyha nem akarod az egészet kisütni azonnal. Oké? Okay. Ezt viszont most gyorsan megfordítom, mert úgy látom, hogy így erős volt a tűz, de vissza is vettem. Igen, nem szeretném, hogy megégjen, de semmi baj még, egyelőre. Jó, nagyon jó lesz, szerintem. Jó is néz ki, az illata is jó. Pörkölt, hogy az? Jó van, gyerekek, ez lesz a mai kaja végül is. Ezt a... majd be meglátjuk, ezünk pörköltet dokedlival, és kenyér helyett eszünk hozzá ilyet. Miért ne? Lófaszt. Vagy ez, vagy az. Majd meglátjuk, Évi mit mond. Nekem mindegy. Most a Mészi erről beszélt, lássátok, itt a vért jön a vége inné. Azért vagdosod be, hogy oda bemenjen az olaj. Ott van, látod? Bemenjen. És lassan sütjük. Egy jól átsütött csirke, az 15-20 perc, ugye tudjuk? Szóval nem belebasz... Bocsánat, nem figyeltem oda. Nem belevágjuk a tűzforró olajba, és akkor ráég a külseje, a belseje, meg beleharapsz és vérzik. Szóval nagyon lassan, nyugodtan, és nem elégetni a prézlit. Szóval egyébként Szazsú megmutatta, hogy hogy kell jól csinálni. Nagyon örülök, hogy visszakapták az oldalt, Szazsú. Tudom, hogy nézed a videóimat. Hát nagyon örülök, és további sok sikert kívánok. És hát a védelmedről, meg hát gondoskodj, illetve hát gondolom most már tudod te is, hogy hát oda kell figyelni. Jelszóváltás, stb. Bonyolult jelszó legyen, nagyon bonyolult. Számok, kisbetű, nagybetű számok, kavalkádja, leírni mindent, mindenhova más jelszót használni. Minden legyen leírva egy füzetbe, amit megtalálsz, és akkor biztonságban vagy. Nagyjából? Gondolom én. Egyszer én is szívtam, gyerekek, egy zsaraló vírusra fizettem $200. Holott meg kellett volna, csak nézzem a másik komputeremen, hogy ott volt a... Pont írtak arról a vírusból, én nem néztem meg, mielőtt fizettem volna. Meg kellett volna nézem, de így is le kellett töröljem az egész Windows-t, mindent újra kellett telepítsek, szóval... Hát nem jó dolog, nem jó szar, mindenhogyan szar. Elveszítesz mindent, ami addig volt, vagy visszajön, vagy nem. Tehát vigyázni kell, gyerekek, mindenkinek mondom. Pörködtem, hogy az basság van, nem. Illata az jó. Oké. Na most jön el az a várovált pillanat, hogy így megkóstolom, így, hogy van, és meglátjuk a kockákkal, mit tudunk kezdeni. Lehet, hogy csak azt kellett volna, nem kellett volna előre beletenni semmit. Kísérlet. Ja. Persze hiányzik a bors, én köményt is teszek. Ja, fokhagyma az jó. Ja, beleteszek a só, nincs benne só. Beleteszek kettőt. Ja, nézzük.
belemorzsolom a Jóska gyereket. Nagyon szépen megköszönöm még egyszer, nagyon szépen gyerekek. Nem tudom, ki volt ismeretlen, aki küldte. Nem bánám, ha jelentkezne úgy privátba. De hát gondolom nem ez volt a szándéka, hogy felfedje magát, hanem így ismeretlenül. Ugye. Jó, hát egyelőre várok. Meglátjuk, hogy milyen ízt kölcsönöz neki. Jó lesz, jó lesz. Hoppá, hoppá, hoppá. Még mindig vérzik, látjátok ott? Még mindig, ez jó krizmi lesz, ropogós lesz. De azt hiszem, hogy még ezt a felét egy kicsit megkrizmizem, és akkor befejezzük. Még 5 percet hagyom. Közben azért a kutyámnak is kedveskedek egy kicsit. Csirkében volt benne egy kis csirkemáj, ezt szépen megsütöm neki. Van. Nézzük. Opsz, 10 percet hagyom pihenni a húst. Szerintem így jó lesz, jó néz. Wow. Mit szóltok hozzá? Jól lesz így. Jól lehet. Újabb bekóstolás következik. Igen. Igen. Nagyon jó, nagyon jó. De még ezt a kettőt el fogja bírni. Nyugodtan, sótartalomban is, ízvilágban is. És én szerintem így hagyjuk. Ebben van minden, úgy érzem. Így hagyjuk, és más semmit, nem fűszerezek utána semmit. Úgyhogy a pörkölt kockákat, 4 darabot elhasználtam, marad még 2 ott, azt majd egy gulyáslevesbe fogom beleszórni. Igen. Hát ez így jó lesz, én úgy látom. Nem teszek hozzá már semmit, só se semmi. Hagyom puhára fal a ban, tehát én úgy szeretem megfőzni, hogy szinte leessen a csontról. Én mondjuk sokan mondják overcook, tehát túlfőzöd. Én általában túlfőzök sok mindent, mivel hogy hát rá is vagyok kényszerítve. Meg én szeretem, nem szeretem. Jól vagytok vele, de fröcsögni a szared. Elnézést. Jó van, de nem fedem le, akkor se. Na, kész a máj. Kokó. Kész a májad. Nagyon kihűlni. Egy kis töpörtyű darab csirkeháj. Jó, lezártam. Kész. Jó, visszamelegítettem az olajat. Elég magas hőfok van egyelőre. És kezdjük a második második adagot. Mindjárt megnézem, hogy aztán át kell keverjem egyszer, igen. Jó, átkeverjük. Igen. Jó van, mindenhol bevonta, befogta. Itt nincs prézli. Ugye? Jelen esetben. És így gondolom, így kanállal szedem ki, és így bele engedjük. Másik kanalat kell használjak mellé. Yes. Jó lesz. Igen. Tehát így ezen a masszával együtt, és ebből a kanálból, ami még benne van, ráteszem azt is, rácsöppenjen. És szépen
meglátjuk. Ez az a kicsit kínaias dolog. A Tasty Show-ból kölcsönzöm ezt a receptet. Itt már kisütjük az összest. Yes, nagyon jó. Bele fog férni, jó. Lassan sütjük ezt is. Jó szorosan lesznek, de beleteszem mind. Szóval még van hely, kevés. Egy darab. Még valahogy beleegyeskedjük. Jó, hát ha összeragad egy kicsit, akkor azt majd szétszúzom. Jó van. Ezt rá teszek. Az sem menjen kárba. Jó. Még az tény, hogy egészségtelenebb, ha bőrével együtt készíted el, de viszont zselatinosabbá válik. Tehát nézd meg a szaftjának a textúráját, hogy olyan krémesebb egy kicsivel. Nem csak azon múlik, de számít, ugye a bőr. De már nagyon régóta mi nem szoktuk használni, most kivételesen. Most megnézem, milyen lesz így. Meg ezzel a kockával. Na, utolsó kóstolás. És én azt hiszem, hogy ez így jó, ahogy van. Nagyon finom. Nagyon finom. Komolyan mondom, nagyon finom. Nagyon finom. Jó, most már csak addig főzöm, amíg tényleg teljesen meg nem puhul a hús mindenhol. És ezennel ez a pörkölt, ha úgy veszik, akkor készen van. Még egy picit hagyom, egy 5 percet. Jó, itt is megtörtént az első fordítás. Megnézzük azt a oldalt, még kell. Ez már inkább olyan bundásabb megoldás, gyerekek. Ezt a felét sűsük. Ezt itt már nem, hanem megfordítom. Nem égetjük el. Jó. Marad, ezt megfordítom, ezt berakom ide középre, mert a szélén valamiért mindig gyengébb a tűz. Fel kell töröljem a talpam alatt a talajt, érzem, hogy olajba tapicskolok, bassza meg. Szétfordom, azt megőrül. Jó, de haragszik érte. De nem is jó. Jó, pörkölt rendbe. Lezárjuk. Most a sütés kezdete óta jó 15 perc eltelt. Véleményem szerint a hús átpuhult, olja érezni is. Úgyhogy kipakoljuk. Nem tudom, hol van a másik, az a nagy. Jaj, itt van. Van vagy 4 ilyen. Ja, igen, lezárunk. Hagyjuk a csepegtetlen
szépen lecsepegjen, anélkül, hogy leesne innen. Öregek, nem volt unalmas ez a videó? Kérem, hogy jelezzétek, jó, hogy továbbra is csináljam ezt a hasszított, tehát extended version, tehát ezt a hosszabbított változatot, amikor hosszabban mutatom magát a főzést, stb. A hozzávaló ezt, azt, amazt, vagy kicsit fogjam rövidebbre, majd megmondjátok, jó? A gyerekek, itt van ez is. És hoppá. Itt van ez. Oké. Apró uborkák. Mert úgy is tudom mutatni, hogy itt mondjuk, hogy ez az első uborkám, lehúzom. Oké, tehát ez volt az első, és amikor innen kiürült minden, ugye itt lekapcsolom, és amikor ezt kiürítettem, akkor az utolsónál visszakapcsolom. És akkor az egész volt mondjuk 10 másodperc. Szóval így is meg lehet csinálni. Vagy a sütésnél is, hogy odarakom, elkezdem sütni, aztán a végé, akkor mutatom, amikor már szedem kifele. És akkor rámondom, hogy hát 15 perc közben eltelt. Szóval, ahogy a legtöbb videón csinálják, ugye ott odaírja, hogy ennyi idő, vagy mondja. Mostanában azok a videósok futnak be a legtöbben, akik nem beszélnek, hanem meg se szólalnak, az se tudod ki az. És mégis. 10-szerese, 100-szoros az én nézettségemnek, ennek ellenére, de mondjuk ott van angol felirat. Feliratozzák nekik. Többnyire. Szóval mondom, még az se. Jó, jól néz ki, mi? Pár csöppet nem sózom le előre. Így ez jó is. Jó, hogy hoztam egy még egyet. Hoppa. Kis víz. Sót elraktam. Só. Még egy pici. Jó evőkanál cukorka, csipetnyi fekete bors, tényleg csak egy csipetnyi, és a legfontosabb rész, ugye, a fokhagyma, darabolt fokhagyma. Jó. A hűtőbe érlelődjön recept. Szóval Jani bácsi elmegy az orvos nőhöz, és hát mondja a doktornő, nagyon szép fiatal doktornő, elvált, és hát na Jani bácsi, mi a panasza? Hát, doktornő, az a probléma, nem is tudom elemerje mondani. Nekem szinte állandó merevedésem van. Ugye elég méretes a szerszámom, és hát nagyon látszik. Ugye nem merek már az utcán közlekedni, mert mindenki azt nézi, hogy nekem merevedésem van, és ez naponta 5-6-szor előfordul, és 2 órán keresztül tart. Szóval mi az ajánlata ezzel kapcsolatban? Hát, Jani bácsi,
Azt mondja, állandó bentlakás a házamban, és havi $3,500. Azt nem értettük. Na, szóval, mit lehet ezekkel kezdeni? Hát, csinálsz egy rizsköretet, ugye? Azzal kezded. És hát ott a pörkölthöz, ugye már nem mondom, majd lesz nokedli mára, vagy majd Évi eldönti, hogy ebből akar, abból, ez mind a, szóval ez mind a három kaja, három nap, ez három napi étel, gyerekek. Ez nem egy napra van, ez három napra van. Plusz majd még a köret, tehát még valamit majd saláta, valószínűleg ehhez saláták lesznek. Ezt gondoltam egy ilyen hagyma szószt, valamit, de hagyom, nem csinálom ehhez. Nem csinálom. És ilyen jó lett volna egyébként, nem akarok most ilyen paradicsomos valamit kitalálni, ilyen lecsósan. Jó lett, azért is volt itt az a sűrített paradicsom, hogy ezt megpirítom egy kicsit. Átdísztelem, és az a higított paradicsom, sűrített paradicsomban felöntöm, átdísztelem, és akkor belerakom a húst, átforgatom, és ilyen lecsós valami lett volna belőle, de elállok tőle, Évi nincs oda a lecsója. Viszont most éppen nincs itthon nekem sweet sour, édes savanyú szószom, de azon kívül minden van. Tehát mit lehet csinálni? Veszel, ezek tudom, hogy vannak Magyarországon több, mint itt, és már tájékozottam, bármelyik szószt ezek közül, akár még barbecue szószt is lehet használni. Majonézes szósz, gombás, majonéz, szója, orancs, tehát narancs és a gyömbér, cheddar bacon, saláta öntetve belemártogathatod, a blue kék sajt öntetve, szezám teriyaki, mondom, plusz még van ez az orancs, orancs, kimondott az orancs, ez az orancs os, tehát nem jól mondom, az, amit a baracklekvár utánzott, egy édes savanyú szósz, az a kedvencem, azért is nincs itthon, mert elfogyott, majd felírom, hozni kell, és marad, ugye van olyan, hogy mustár és méz. Kikevered fele-fele arányba a mustárt a mézzel, honey mustard, vagy pedig hagyományos ketchup, akár parmezsán, belevágott leszórott parmezsánnal, ketchup, stb. Fantáziát határtalan. Na, nézzük egy friss kóstolást, nézzük, kihűlt, ide néz. Gyönyörűen lejött, ott van. Ezt csak azért mutatom így, ilyen gusztustalanul, hogy lássátok azt, hogy nézd meg, oda néz. És hát ez ami itt marad a legvégén, hát ez is így lejön, ha nagyon akarod. Ha van fogad, ezt le tudod harapni. Jelen cserém, szóval elkezdtem ezt csinálni, és hát ugye ez az eredmény, tehát lebontottam a húst, nézzük az ízét. Jaj, de jó. Omlik. Tessék. Rendkívül finom. Tessék a receptet elkészíteni, jó? Hadd nyeljem le. Gyerekek, annyira jó, hogy mindjárt elkezdek ordítani. Na nézzük ezt a bundás abbikat. Szépen megsült. Most ilyenkor illik rátenni mondjuk én maradok, én gyerekek, én szójapárti vagyok. Csak így ilyen hanyag mozdulattal egy picit teszek rá, semmi mást. Ez az a tésztaszerű, ropogor. Gyerekek. Szélt jött. Oda néz. Jó, mondtam, nem egészséges. Túlzottam. A zsirocskaja. De az a jó benne. Most ebben már ugye érezzi az a kínai behatást, ugye a gyömbér, szója, stb. Méz,
Aj, de jó. Egyik jobb, mint... Nem tudom megmondani, melyik a jobb. Mert ez is nagyon fina, meg ez is. És a pörkölt is. A gyerekek, ennyi. Most megnézzük a kutyámat, és azzal el is köszönünk. Itt van, pont megjött. Kis kokócska. Már valami lepottyant, azt megtaláltad, igaz? Várjál. Hogy csináljam, hogy látszódjál is. Pillanat, megmosuk a kezünket. És leveszem a fejemről a kamerát. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem, hogy nem voltam unalmas. Nagyon nagy szeretettel készítettem. Úgy a feleségem, családom és a ti számotokra. Ugye ezt az ételt nekik, a videót pedig nektek. Így ez így. Itt is elvágom neki. Ennyi kis nasit kaphat. Gyere, kis kutyám. És búcsúzik Kokó is. Egyen meg a szívedet. Nagyon álmos vagyok. Aztán megyünk kifele. Kicsit levegőzni, pisálni. Hát, ha még kakkantani is kell. Jó, kész vagyunk. Gyerekek. Még egyszer ajánlom magamat. Kérem, ha tetszett a videó, a lájkokat. Ha nem tetszett, akkor is. Akkor is lájkoljatok. És a feliratkozókat. Maradok tisztelettel. Jani bácsi és Kokó. Floridából. Bye bye. Köszönjétek. Köszönjük is, kutyát!